Jó kívánok, köszöntöm Önöket. Ma este a történelmi székelyföld egyik fiú széke, pontosabban annak a központja kerül fókuszba, de azt is mondhatnám, hogy székelyföldnek arról a részéről beszélgetünk, amelyet méltánytalanul hanyagolunk. Kívül esik a Marosván sárhely széke, üdvarhely, csíkszereda a Sepsiszentgyörgy tengelyen, Gyergyószék központja, Gyergyószentmiklós. Szent Miklós, ez a mai témánk, a kisváros polgármestere Nagy Zoltán a vendégem. Jó estét, köszönöm, hogy a hívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. A holnap elnököt választ az Amerikai Egyesült Államok, és nem esélylatolgatásra kérem, ne aggódjon. Nagyon sokszor elhangzott az elmúlt időszakban a csatatér állami jelző, és hát anélkül, hogy megsérteném a György Szent miklós valahányszor átutaztam György Szent Miklóson, kemény csatatér érzésem volt többször karbantartási munkálatok, útjavítás, feltúrt utak, por, omladozó épületek. Volt egy csatatér hangulat Gyergyóban, vagy csak, vagy csak, a kívülálló érezte úgy? Hát ahhoz, hogy minden rendbe tudjon ke kerülni, az az szükséges, hogy előre fel kell túrni, fel kell ásni az utakat. Tehát akkor ilyen szempontból, át? Így igaz, ilyen szempontból van egy csatatér, amely hál' Istennek most már évről évre szorul, nem azért, mert nincsen munkálat és fejlesztés, amilyen indult a városban, hanem hogy most már egy egy, azonos, egy bizonyos keretek köré kezd szorulni, hál' Istennek, de így igaz, van még bőven tennivaló infrastruktúra szempontjából csatatér volt, és várhatóan még az is lesz a következő pár évben, hiszen arra készülünk, hogy a megdövő fejlesztéseket, amelyek most már úgy gondolom, hogy a elmúlt 30 évek, a 30 év legnagyobb fejlesztései, amelyek most zajlanak a városban, tovább folytatni tudjuk. De ha nem csak az infrastruktúrát nézzük, akkor, akkor, még egy másik csatatér is volt, hiszen az elmúlt négy évben azért politikai szintéren elég nagy csatatéré vált Gyergyő Miklós, amelyel kell kezdünk mi is valamit, és rövid távon már az a legfontosabb célunk, hogy minél a békét teremtsünk. És nyugalmat a település. Ilyen, ilyen politikai csatatérben egy független polgármester tud a leghatékonyabban rendet vágni. Én teljes mértékkel bízok benne és hiszek is abban, hogy ez megoldható. Az elmúlt 30 évben mindent próbáltunk, volt már a városnak erendeszes vezetése, polgári vezetése, független vezetése még nem volt, és állandóan a politikai harcereknek központjává vált a város. És azért is döntöttem, amellett, hogy függetlenként vállalok közösségi vezetést, állok a közösség élére, hogy meg legyen a mozgásterem arra, hogy mindkét oldalal le tudjak külni, mindkét oldalra tárgyalni tudjak. Volt hogy ne függetlenként menjük. Természetesen volt. Természetesen volt, volt pártok részéről megkeresés. Igen, emiatt még mindig vannak kisebb-nagyobb nézeteltérések de volt, de én viszont én azt gondoltam, hogy én most már abban az időszakban érzem a város létét, hogy már nincs idő arra, hogy megint csak csatatérként hadakozzunk a városba. Most a, a város ügyei a legfontosabbak, és nem a párt. Nem csak hogy számolban. függetlenként hatékonyan tudjon dolgozni ahhoz, a másik fél részéről is kell a nyitottság, nevezetesen az RMDSZ-es többségű önkormányzat részéről is el kell fogadni azt, hogy van egy független, polgármester, aki végeredményben ő mondja meg, hogy merre van az orra. Az a szerencsés, hogy ha közösen mondjuk ki, és ha közösen mondunk egy döntést, egy, egy, határozunk meg egy irányt, akkor azt mindannyian bízom benne magunkénak tudjuk érezni. Megvan már ez az irány Gyergyóban, vagy, vagy ezután fogják kialakítani? Nagy Zoltánnál már ott az irányt, és tudja, hogy merre kell menni, vagy tudta már a választást. Én a választások alatt eléggé hangsúlyosan próbáltam elmondani azt a víziómat, amely, iránt, amely irányába szeretném vinni szülővárosomat. Lehet a választásokon elhangzott víziók az egy, mert hogy nem mindig találkoznak a választási ígéretek a gyakorlattal. Nálam egy. Én azt, amit, amit akkor állítottam és amit vizionáltam, azt most is komolyan gondolom, sőt annyira komolyan, hogy most kezdünk neki egy helyi szintű fejlesztési stratégia aktualizálására, hogy én ezt város szinten szeretném a képviselő testülettel is elfogadtatni, közösen megbeszélni és magunkévá tenni, ha lehet így fogalmazni, annak érdekében, hogy mindenki azt érezze, hogy az ő terve is helyt kap. Hogy ez benne. Mit, mit, mit kell ezzel alatt érteni? Hát az, hogy rövid távon most egy, egy ütemezése történik mindannak, amely elhangzott a választási kampányban, minden egyes ígéretemet én abban bízom, hogy meg is fogok tudni tartani. Uh, és középtávon gondolkodva pedig a városfejlesztési stratégiáját szeretném uh, újra aktualizálni, abból a célból, hogy a nyáron elhangzottak, a kampányon elhangzott uh, ígéretek is helyt tudjanak kapni a stratégiával, képviselőtestület által ezt elfogadtatni, és azután már a városnak a hivatalos stratégiája szabja meg azt az irányt, amelyet Sz követni hány, kell. Hány éves stratégia kell, hogy legyen? Én az én általam megfogalmazottak az 2032-ig szóltak az egy olyan mérföldkő a településünk életében, amikor írásos említésének, miklós írásos említésének 700 éves évfordulója lesz. Az egy olyan elérhető távolság, bízom benne a lakóság részéről is, amelyben tervezni merünk. Én láttam már azt, hogy egy mandátum mire elég, hiszen nem most vagyok első mandátumos polgármester, illetve azt is látom bármelyik más településen, hogy egy mandátum annyira elég, hogy elkészítünk, elindítunk a folyamatokat, de annak a befejezése tovább, gondolása már egy következő mandátumra esik át. Igen, csak hogy van az a bizonyos választói türelem, és itt Marosvásárhelyen látjuk azt, hogy Sors első mandátum alatt, első mandátumának az első évében már mennyire türelmetlenek voltak az, a, a Marosvásárhelyek, hogy mindenki eredményt akart. És Ez nagyon helyes, hiszen ester, nem egy lehet. választott szemét azért küldnek, úgy mond, vagy hatalmaznak fel arra, hogy a közösségét dolgozzon és a közösséget képviselje, hogy eredményeket szállítson. Első perctől normális, normális az, a, az hozzáállás, hogy elvárások vannak, viszont azt kell tudatosítani, és ez sikerült is helyek közel, hogy, 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 messiások nem igazán léteznek. Tehát, hogy messiás érkezésre számítani lehet, de hogy az eredmény csak a következett és kitartó munkával lehet elérni. Ezt igyekszem elmondani a városlakók számára is, de azt látják, bízom benne ők is, hogy azért egy, egy, ha csak egy útépítést veszünk, és abban hál' Istennek az elmúlt időszakban elég Gyakran volt példa, hogy annak is egy hosszabb távú kifutása van, hiába várjuk el, hogy egy nap alatt megépüljön egy, egy, egy akármelyik utca, annak előkészítési munkálatai vannak, tervezési, kivitelezési és utána elszámolási munkálatai. Én folyamatokban gondolkodom, és ezt próbálom minél hangosabban és minél gyakrabban mondani, hogy azok a személyek, akik felhatalmaztak arra, hogy akkor őket képviseljem és értük dolgozzak, Első perctől ezt már megértsik. Én a választási kampányban is azért beszéltem a 2032-es évről, mint mérföldkő, hogy legyen tiszta mindenki számára, hogy nem a rövid távú ígérgetésekbe szeretnék én belállni, hanem egy rendbontó módon, hosszabb távon szeretném, hogy tervezzünk, határozzuk meg azt az irányt, amiben kell húznunk, és a felé haladjunk. Természetesen ennek kockázata benne, hogy négy év múlva ez berékba törik ismét, de hát én ennek vállalom a kockázatát, ezért is ö, a nyáron már így indítottam. Kész a csapat? Megvan a csapat? Mármint az önkormányzati képviselőkön kívül megvan az, hogy Nagy Zoltán kikkel tud együtt dolgozni azért, hogy Gyergyó Szeniklóst elüttassa oda, ahová 2030-ig szeretné? 32-ig elnézést. Egy része megvan, elég nagy megkötésekben, ugye a közigazgatáson belül, akárha csak az alkalmazást nézzük állandó megszorítások vannak, jelen pillanatban is alkalmazási tilalom van, a polgármesteri hivatalon belül csak olyan állásokat lehet betölteni, például amelyek az idén üresedtek meg, vagy egy egyedi állásoknak számítanak. Ilyen szempontból maximum 6 személlyel tudjuk a csapatunkat bővíteni, annak ellenére, hogy 21 néhány szabad hely van a polgármesteri nem feltétlenül, belül. nem feltétlenül az alkalmazott csapatra gondolok, hanem arra, hogy, hogy úgy képzelem el én legalábbis, hogy jó, hogyha a polgármester körül van két-három olyan figura, akiknek a véleményére ad, akiknek a tanácsaira számíthat. Ez megvan ez a csapat természetesen. Dolgoznak is, egész nyáron is dolgoztunk, előkészítünk projekteket, fejlesztési irányokat szabunk. A stratégiának a gerincét most dolgozzuk ki, amelyet majd elő szeretnék terjeszteni a testület számára. Egyfelől, tehát ez a, ez a csapat megvan, illetve nagyon is szeretném azt, hogy az e, a korábbi mandátumomban elkövetett úgymond hibát, amelyben nagyon könnyen egy, egy kezdő politikus bele tud esni, hogy a mindennapi rutin felemésztje az ember nagy rész, idejének nagy részét, és nem tud a stratégiai foglalkozni, ezt ismét nem szeretném elkövetni. Éppen ezért magam köré egy kisebb kört is uh, alakítottam, és ezt még bővíteni szeretném, annak érdekében, hogy legyen egy olyan csoport, aki nincs bent a mindennapi ügyintézésbe, de egy, egy, egy tükörként folyamatosan emlékeztetni tud arra, hogy a fókusz ne veszítse el, hogy hová, onnan indultunk és hová tartunk. De ez ugyanennyire fontos, hanem még fontosabb az is, hogy a polgármesteri hivatalom belül egy jól működő csapat tudjon kialakulni. Ott, ha bár körülményesebb a helyzet, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt látom, hogy azért polgármesteri hivatalom belül is vannak olyan személyek, akikre lehet számítani. Hát eléggé kicserélődött a személyzet, de azt látom, hogy az újat, újonnan érkezettek közül is vannak olyanok, akikre még többet mernék bízni, amely, mint ami most rájuk van bízva. Hát ez egy olyan prioritás nekünk, ami, ami mindenek felett kell legyen, csapatépítésben vagyunk, én, a, én többször már mondtam, én a közös munkának erejébe hiszek, erre is készülök, bent is most úgy próbáljuk a hivatalon belül, átszervezni a polgármesteri hivatalt, hogy mindenki megtalálja bent a helyét, legjobb helyen legyen annak érdeke, hogy legjobban tudjon teljesíteni. Beszéltünk már arról, hogy független polgármesterként RMDSZ-es többségi önkormányzatot vezet, és azért hangsúlyozom ezt, hogy az RMDSZ van többségben, mert az elődje, Csergő Tibor, ő arra panaszkodott, hogy... hogy kisebbségben van az RMDSZ-es többséggel szemben, legalábbis egy interjúban ezt mondta, hogy akadályozva van, annak ellenére, hogy Csergő Tibor RMDSZ-es polgármester volt. Tehát, hogy valami, innen Marosvásárhelyről nézve nagyon furcsa volt Gyergyóban, hogy az RMDSZ-es önkormányzat, vagy többségi önkormányzat akadályozza a saját polgármesterét. Egy ez jó példa arra, hogy nem feltétlenül garancia siker az, hogyha ha egyik vagy másik pártnak képviselője vezeti a várost. Én úgy gondolom, hogy személyi, tehát az, az mindig az adott személytől függ az, hogy mennyire képes összhangot teremteni a testületen belül. Én a korábbi mandátumomban polgári pártos polgármesterként egy állandó jó kapcsolatot tudtam fenntartani az akkori RMDSZ-es képviselővel, és erre megint csak egy olyan példát tudok hozni, ami működött, hogy hogy annak ellenére, hogy polgári párt képviselőjeként többségi uh, uh, tanácsosunk volt a, a testületen belül, a kisebbséggel rendelkező, úgymond kisebbségi szavazataránnyal rendelkező RMDS-nek felajánlottuk az alpolgármesteri tisztséget a béke uh, kedvéért, és ezt négy évig tartottuk is, és én ezt képes voltam egybe tartani. Én bennem az a kétség nincs meg, hogy félnék attól, hogy most, most már függetlenként kevésbé tudnám ezt megoldani, hiszen sokkal nagyobb mozgástelen van, mindkét félel úgy leüljek, hogy nem kapok megbélyegzést amiatt, hogy milyen politikai irányútságú lennék. Én ebben inkább csak előnyt látok, és a személy felelősségét természetesen érzem annak, hogy, hogy, egybe kell tartani a testületet, de úgy, ahogy ez nekem a korábbi mandátumomban sikerült, meg vagyok győződő, most is fog sikerülni, sőt, mi több, már most elkezdtünk közös gondolkodásokba, közös projektekbe, és én az együttműködésben látom a garanciát annak, hogy elő tudjuk mozdítani Gyerőszent és egy olyan bezzeg települési városát tenni, amely úgy, ahogy a felvezetőben elhangzott, hogy méltánytalanul van akár figyelmen kívül hagyva, azután visszakerül a régió helyére. Szeretném, ha beszélnénk arról, hogy milyen szerepet kell legyen konkrétan, illetve milyen problémák vannak Gyergyőszent de még egy kérdés a politikával kapcsolatosan. A megyei önkormányzattal az RMDS által vezetett Hargita megyei önkormányzattal milyen a kapcsolat? Viccesen szoktam fogalmazni, hogy hibátlan, mert hogy még ebben a mandátumban nem volt direkt kapcsolatunk, tehát nem tudtuk elrontani sem, megjavítani sem. Én a korábbi évek tapasztalataiból azt látom, hogy a jelenleg elnök választott Bíró Barna de a korábban is egy jó kapcsolatom volt, én abban bízom, hogy ez tovább meg fog maradni. Valamint Bartiti Tihamér elnök ural is jó személyes kapcsolatban álltam, és most is azt érzem, hogy nagyon támogató, konstruktív magatartása viszonyul a város ügyeihez. Nem romlott meg ez a kapcsolat azért, mert jól értettem beszélgetésünk elején ön visszautasította a felkéréstől legyen RMDS-es jelölt. politikában nem minden úgy működik, mint a hétköznapi életben. Én uh, ezt, ez volt az egyik legnagyobb tanúság. Én azt, én azt hittem, hogy a korábbi mandátumban, megint csak visszautalok, hogy egy, egy polgármester nem kell politikus legyen, holott igenis azt kell legyen. És, és inkább akkor volt egy olyan kapcsolat, amely megterhelte a mi viszonyunkat, hiszen abban a mandátumban viszonylag jó kapcsolatban voltunk, mindaddig, amíg a választás nem érkezett meg, és azt láttam, hogy addig, akivel együtt gondolkodtunk és fejlesztettünk, építettünk, teljesen más narratívát folytat irányomba, és az mindent elkövetett, hogy akkor éppen úgymond legyőzzön, de hogy ez a politikába belefér. Az ember, ha ennek tudatába alakít ki kapcsolatokat, akkor kevésbé csalódik, és, az a szerencsés, hogyha ebben a keretben gondolkodik. Úgyhogy nem romlott meg a kapcsolatunk. Én azt látom, hogy Barti Tihamérrel hogy nagyon sok olyan közös projektbe kezdtünk már együttműködni, amely eredményt fog hozni a városnak, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy minden politikai pártal fel tudjam tartani ezt az egészséges együttműködést. Rövid távon gondolkodva, akár azt is mondhatnánk, hogy ez az én érdekem, de ez valójában nem az én, hanem az általam képviselt közösségemnek az az érdeke, hogy mindenki egy irányba húzza a szekeret. Volt már minden irány kipróbálva, most ez az irány, én úgy gondolom, ez lesz a, a nyerő számunkra. Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy csatatér hangulat van-e Gyergyó Szent Miklóson. Egyetért azzal a kijelentéssel, hogy, hogy Gyergyó -Szent Miklós elveszítette azt a térségi, gazdasági, kulturális szerepet, ami, ami volt neki korábban, és hogy lemaradóban vagy lemaradozóban van a... a térség nagy községeihez képest, és itt elég, ha a gondolok. A részben értek egyet. A, ami a gazdaság ami az infrastruktúrális fejleszt, fejlettséget illeti, azt el kell ismerjük, hogy az elmúlt 30 évben nem egyformán haladtunk a fejlődés útján a, nagyközségek nagyon ügyes polgármesterekkel rendelkeznek, igaz, hogy meg is volt állandóan a folytonosság a, a, és sikerült olyan szintre hozzák a településeiket, ahol uh, szint, uh, tehát, uh, olyan települések is vannak, ahol már minden utca aszfaltozott. Ezzel szemben egy Miklósnak az útjai nem épp erről híresek, hogy jó minőségű burkolata lennének ellátva. Ha ezt nézzük, akkor igen, van lényeges különbség és inkább azt tudjuk mondani, hogy arányosan számolva, négyzetméteres arányosan akár alul maradunk a környékbeli településekről. Ez viszonyítva. Viszont ha azt nézzük, hogy a kulturális szempontból és, és, és szellemi szempontból egyértelműen még mindig a, a, a térség központja vagyunk, hiszen hozzánk hozzák fel a, a, a gyerekeket iskolába, a, a Hargita megyeleg harmadik legszínvonalasabb gimnáziuma a ha csak azt nézzük. Nagyon sok faluró feljövő szülő hozza fel a gyerekeket iskolába, oldába, bölcsödékbe. Elátó rendszerek nálunk működnek, kulturális szempontból olyan fesztiváljaink vannak, amely erdés szinten egyedülállóak, akár csak az egyfesztet vagy a feltőtő fesztivált említem. Tehát a színházi élet az, ami nálunk nagyon erős. Tehát a kulturális és oktatási szempontból egyértelműen meg tudtuk őrizni ezt a szerepet, és arra is készülünk, hogy ezt tovább tudjuk fejleszteni. Most a következő időszakban a szakoktatás lenne az a szegmens, amiben Nagyobb fejlesztést szeretnék és nagyobb figyelmet szeretnék oda irányítani. Ami a gazdaság erőt illeti, az egy nem tipikusan szerveződő, tehát nem egy székeföld szintjén tipikusnak számító háló fonódott, vagy szövődött meg Gyergyő térségben, míg például, ha Székődorhely és térségével példázódok, Székődorhely körül kis települések vannak, akik gazdaságilag nem mondhatóak erősnek, és ott van Székődorhely, aki nagyon erős gazdasági centralizációt valósít meg, és udvarhely sugárzik ki a falvakba. Míg Gyermekszentmiklós körül 5-6 ezres községek vannak. Nagyon sok olyan település, olyan város van, aki nem éri el ezt a létszámot és, és város. Tehát hogy 5-6 ezres erős községek vannak, és az idő úgy hozta az elmúlt 30 év, hogy gazdaságilag Szent Miklós, mint város nem tudott erősödni. Éppen ezért inkább kiegyenlítődni látszik az erőviszony, mint hogy koncentrálódni a városba. Természetesen a következő időszak középtávú tervei között van most egy, egy 30 hektáros ipari park kialakítása, ami a város gazdaság erejét is hivatott erősíteni. Azt sem hagyhatjuk figyelemen kívül, hogy most már lassan eljut oda a térségünk, és ezáltal a városunk is előnyt fog élvezni, hogy Hargita megye gazdasági kapujává tudunk válni, vagy nem csak gazdasági, hanem egyáltalán turisztikai gazdasági kapujává, hiszen a, a Székeföldet átszelő autópálya az Gyergyó térségen fog áthaladni, magánrepülőtér épül ugye Gyergyó Ezek mind olyan kapuk, amelyekkel ha jól gazdálkodunk, és ha jól szervezünk önmagunkat és az egész térséget, akkor a város ebből haszont tud húzni, úgymond hasznot, ha lehet így beszélni, amit a közösség érdekét fogja szolgálni. Tehát akkor a jelenlegi rendszert meghagyni kell inkább, nem, nem kell arról álmodozni, hogy Gyergyó a térség gazdasági motor lesz, és Gyergyó lesz az új udvarhely. A Gyergyó gazdasági ereje, bármennyire is elmosolyogtató, olyan szinten kezdett, mint térség is, és az a terv, ami megvan nekünk, amit ki szeretnénk vitelezni a város esetében, és olyan szintű pályára szeretnénk állítani, ami gazdasági erőbe akár a csíkszerűdői gazdaságot meg fogja tudni a következő években. Nem akarok szándékosan most éveket mondani, hány éven belül, de meg fogja tudni közelíteni. Miből? Miből? Hát az újonnan létrehozott gyárak által adott gazdasági erő. Külnekdefektetők, ugye, igen. Hát erről beszéltem, amikor autópályáról is reptérről beszélek. Tehát hát, hogy az az előny, ami, a ami lesz, az megvan már egy mert azt látjuk, hogy az autópálya az még egy nagyon-nagyon távoli áll. Két típusú ember van, van, aki a rosszra készül, van, aki a jóra. Én, hát, én szeretek a jóra készülni. Én a készül. nézem. És a realitás az, hogy most az elmúlt napokban voltak országos vezető hírek, hogy kiírták közbeszerzésre egy együtt és autópályát. Hát az zakaszt. Északerdi autópályát is Évek óta építjük, és nincs még. Én abban bízom, hogy ez egy másfajta eljárás lesz, és másfajta időben kiérte eljárás. Mi úgy készülünk, hogy 5-6 éven belül autópályaszakaszok fognak már nálunk működni, de mindentől függetlenül azok a beruházó, beruházások, amelyek már a térségben, ha nem is a város, de a város körül megvalósultak, további beruházásokat fognak vonzani. Uh, és mi erre készülünk, ezért is készülünk most egy 30 hektáros ipari parkkal, amelyet uh, be is szeretnénk telepíteni, és, és amikor beszeretnénk telepíteni, és erről beszélünk, akkor már konkrét tárgyalásokon vagyunk túl, vannak konkrét érdeklődők is, akik ebben érdekeltek lesznek, mert hogy bármennyire is hihetetlen, tényleg egy, egy kedvező idő állásba vagyunk, vagy hol, nap, napállás, hordálásba vagyunk. Tehát van most egy olyan időablak, ha már az, az volt a hírekben, hogy a kínai űrhajósok visszatértek a földre, tehát van most egy időablak, ami kedvez a gyergyői vállalkozóknak, vagy a gyergyói vállalkozói életnek, a helyi vállalkozóknak is kedvez a mostani klíma. Helyi vállalkozók, életképes helyi vállalkozások vannak Gyergyó Miklóson? Vannak, viszont egy, úgy, ahogy az egész gazdasági világban egy átstruktúrálás zajlik éppen a gyergyői vállalkozások esetében is. Most a következő időszakban készülünk arra, hogy megnézzük, hogy milyen, olyan, milyen típusú adózási rendszer tudunk úgy bevezetni, amely őket is kedve, előnyösebb helyzetbe hozza, hiszen a bármilyen beruházásról beszélünk, az alaptétel az, hogy úgy szeretnénk új, újabb beruházókat hozni a városba, hogy azok ne a helyieknek a kárára menjen. Viszont az is tény, hogy nagy léptékű beruházásra van szükség az, hogy, hogy nagyobb tudjon lépni a térség és a város is a nagy kihívás a következő időszakban pont ez lesz, hogy megtalálni azt a középutat, ahol a helyiek erősödésével tudunk még újabb beruházásokat bevonni, de hogy ez még nagyon sok munkát igényel. Úgyhogy én abban bízom, hogy megtaláljuk a módját annak. Én azt látom jelen pillanatban, hogy Gyerőszent Miklós egy olyan hátrányos helyzetben van, és ezt igyekezett nagyon sok személy ezt kihasználni, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk, de ez nem most, nem négy éve, nem nyolc évet, ez az elmúlt évtizedek folyamán, és a kiszolgáltatottságok egyszerűen csak azért volt, mert a gazdasági erőből a helyi gazdaság nem volt képes kitermelni azt a jövedelem szintet, ami a város működéséhez elégséges lett volna. Mondhatjuk azt, hogy a város működése forrás hiányos, Emiatt folyamatosan rá voltunk és rá vagyunk szorulva hogy a megyei tanács segítsen ki a költségvetésünk végén, az országos költségvetés, a különböző minisztériumok, különböző egyesületi támogatások, ami nélkül nem tudnánk megélni. És a legnagyobb kihívás a következő időszakra épp az, hogy a gazdasági életet tudjuk, és a gazdasági szereplőket úgy megerősíteni, vagy segíteni abban, hogy megerősödjenek, hogy helyi szinten meg tudjuk termelni ezt a jövedelmet, ami elég nekünk az, hogy hogy normálisan működtessük a várost, és ne Elnézést a kifejezés, kuncsorogjunk mindenfele, hogy működni, működni tudjunk. Nem Most volt? mennyire van eladósodva a Gyergyószán Miklós? Éppen eléggé, hogy hogy gondot okozzon nekünk. A, ha, csak az, ha az eladósodási rátát nézünk, akkor abban még benne vagyunk. Mert hogy ugye a pénzintézetek esetén, vagyis a pénzintézetek hiteli, uh, igénylés esetén megállapítanak egy olyan uh, eladósodási rátát, ami fölé nem mehet egy település sem. Mi azon belül vagyunk, viszont én úgy gondolom, hogy jelenlegi esetben olyan terhek lesznek ez a következő négy éves időtartamban a város költségvetésére ráengedve, amelyek meg fognak próbálni mindenkit, hogy ezt törleszteni tudjuk. Ez, ez abból származik, hogy nagyon sok olyan beruházás van folyamatban a városban, amelyek többletköltséget igényeltek az elmúlt évek kihúzódó munkálatai miatt. Ha csak azt nézzük, hogy most hitel esetén közel egy 20 millió lejes hitelállományon rendelkezünk, amelyet idén már tőlesztettünk, de jövőtől lesz ennek a nagy tőlesztése. Nem sok, nem kevés, de ha az viszonyítsuk, hogy a helyi adó illetékből egy évbe a helyi <kül> szereplők egy, mint egy 12 millió lejt termelnek ki, vagy annyit tudunk bevételezni a város költségvetésébe, ez azt jelenti, hogy a két éves saját jövedelmünk közel kétszeresét kell, négy év alatt kifizessük. Szűk percünk van még polgármester és két témát szeretnék ha, szeretném ha érintenénk, Turizmus. Hogy áll a Gyergyó Szent Miklósi turizmus? Vagy egy polgármesteri hivattal felel ezért, vagy a visit a van bízva, oldják meg ők, és mi van a Monturiz Kft. ügyével? A turizmus az úgy áll, ahogyan mi hagytuk, mint hogy ebben a négy éves mandátumban, hogy, hogy átadják és én átveszem, nem rózsás. De bármennyire is, azért is mosolyogtam már a kérdésnél, mert uh, ismét pozitívan gondolkodok. Tehát hogy én, 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 én abban az időszakban látom most a várost, amely nagyon nagy lehetőséget ad nekünk. A turizmus kapcsán még akkor is, hogyha az adottság, adottságainkról beszélve szerintem nagyon jók. Erdély szinten egyik legjobb adottságokkal rendelkezünk, ami az aktív turizmust illeti. Nagyon szép látnivalóink vannak, kulturális épített örökségeink vannak, viszont a rendszerünk az nincsen rendes, megfelelően kidolgozva. Jelen pillanatban nem működik a polgármesteri hivatal keretén belül turisztikai iroda személyzettel. Ez egy nagy feladat, hogy ezt újra tudjuk indítani. És már elindítottunk a turisztikai iparákban, vagy a turisztikai szektorban tevékenykedőkkel egy, egy párbeszédet annak érdekében, hogy a következő hónapokban a, a, következő évek stratégiáját le tudjuk fektetni. De ha csak a turisztikát nézzük, négy csillagos szállodák szempontjából ismét a térségünk fog egy, egy előnyös helyzetbe kerülni. Ha a tervek szerint haladunk, és miért ne haladnánk tervek szerint, akkor egy olyan három-négy éven belül el tudjuk érni azt, hogy Székelyföldön a legtöbb négycsillagos szálloda nálunk fog meglenni. Abban most már épül a másodiknak fogtak neki négycsillagos szállodának, épül egy ötszillagos szálloda, gyilkostónál lesz kettő vagy három négycsillagos szálloda. Tehát egy olyan jó fizető látogatói közösség fog a térségbe érkezni, amely a mi előnyünkre fog szolgálni. Gyilkos több ügyet rendezték? Vagy a Montourist Kft. ugye az el van simítva? Nem úgy, hogy szeretném. A következő hetekben épp most készülök Budapestet tárgyalni a 5. kerület polgármesterével, akivel közösen hoztuk létre ezt a Montourist Kft-t, és az elmúlt 30 évben boszúságon kívül és a sok cirkuszon kívül más nem termelt egyik önkormányzatnak sem. Négy évvel korábban, mikor én leköszöntem, akkor meg volt helyi testületi határozatot tanács határozat rá, hogy felbontjuk ezt a céget, kiszállunk belőle és a testvérkapcsolatot megtartva, a gazdasági kapcsolatot megszüntetjük. Az elmúlt négy évben nem ez volt az irány, visszavonták határozatot, nem tették meg, tovább éltették ezt az áldatlan állapotot. Én most határozott véleményem az, hogy ezt újra kell tárgyalni, és csak meg szeretném, hogy szüntessük. Tartsuk meg a kapcsolatot a testvészintjén és a gazdaságot, az bízzuk a gazdasági szereplőkre. A fő prioritásom, és nem csak nekem a testületen belül is egy összhang van ezzel kapcsolatosan. Mindenki azt látja, hogy a következő hetek kell megkehatározzák a montorisz körül kialakult problémák felszámolása és a cég felszámolása, visszavesszük a városnak az, ami a városi a és fejlesztjük azt mi saját és uniós forrásokból. Szűk két percünk van még, egy település nem fejlődhet anélkül, ha fiatalokat nem vonnák be, ha nincsenek fiatalok, nincs élet egy településen. Van erre stratégia? Van, sőt olyan projektjeink is vannak, amelyeket kivitelezni szeretnénk, akár, hát ez több lépcsős, egyszerűen kezdenénk leentről, most újabb bölcsődeépítést szeretnénk minél hamarabb elkezdeni, az iskoláknak a fejlesztését szeretnénk továbbvinni, egyfelől, másfelől pedig egy ifjúsági központ kialakítását tervezzük mini hamarabb elindítani. Erre megvannak a tervek, meg volt korábban a forrás is, de az valamilyen mód okok miatt az nem valósult meg. Ezt most újra vesszük elő ezt a projektet, tehát egy ifjúsági központban is gondolkodunk, valamint a felnőtt képzésben is, a fiatal felnőtt képzésben is vannak elképzeléseink, együttműködési terveink már, valamint nem, nem sokára be fog nyújtani egy fiatalok számára, kezdővállalkozók számára megépítendő inkubátorházat is, a kreatív vállalkozások számára fog ez majd rendelkezésre állni. Ezennek a projektnek a benyújtásán most dolgozunk Hargita egyetanácsával, tanácsával, ez is az együttműködést igazolja. Hát a tervekhez kívánok sok sikert, polgármester úr, és hát azt a töretlen optimizmust, amit itt ön most bemutatott. Nagy Zoltán, Gyergyó Szeniklós polgármesterre köszönöm, hogy itt volt a 24 pluszban, és válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek tisztelt nézőimen köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsé, a kolléganőm ön várja önöket. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!